12-es a tudatok csiszta, hogy nem lehet túl csiszta az adatoknak a készítése. Ez miért jött vissza? Hosszú volt valami klasszifikálatú, akkor hozta a vicserátúra. Ma hozta a főt hivatartó sejjéré, hogy az állazni sztánviszkora az állt, hogy ez a szúrászik, az menó drók, pozitok az asztalnál, plokan az állra. De ez nem volt arra, hogy másoknak fölött nem jött fölött, hogy valamilyen tervesen ilyen. Mert ez csak annyi, hogy már... Mert ez jobban volt, igen. Igen, lehet, mert abban volt a szóvállalatban. De ez a tudatok a földhivatalnak? Szerintem ez a katasztrófa. Nem volt beírható az a... Igen. Nem tudom. A körülött mennyi terülsenyék van, annyi annak. Egy hónap. Már új geometrickép van, azt kellett csinálni, hogy valamilyen parcella nem volt beírható. Akkor nagy parcella van. Hát persze, hogy ennyi szokott. 10 órát tud befejezni. Jó, és nekünk sem nem jutnak a parcellaszámok, és itt is akkor érdekesen nem jönnek a parcellaszámok. Mindegy. Már itt van a pozemko, az menadrúg tíkait, az a pozemko, de regisztrál parcell 963 per 2, a parcell 961 per 1. És van, ez már nem ül erre. Az
éri ígérte meg akkor, hogy csak valami apa volt neki. Mindegy, akkor lesz meg egyszer. Úgyis visszakerül, ha nem jó. Visszakerül, ha nem jó. Ki van mellett akkor? Szerint akkor itt van. A 16-os tempót, volt 15-ben egy határozat, hogy eladjuk a Diagyuszi bácsinak egy parcella részét, az rosszul volt megformázva, mert ott részfolyamatosan kellett adni, és azt át kell ezt a régi határozat meg kéne szüntetni, és átkívni újra, úgyhogy csak már ott a lényegében 1-24 ez rész a faluié, azt veszi meg ő, és akkor teljesen ő is tulajdonban lesz, ő meg a feleségé. De miért csak ő? Hogy? Mert ott sok ő, miért, a falu miért pont ő neki adja a 8 mellette lévő tulajdonosok kívül. Hát, csak megegyeztek a többiekkel, másik. Hát nem ezt, hogy gondolodhatod. Nem, a Obcsinszki zákonnyék szerint minden szolgasznyék már megfogják rá, csak hogy ebben esetben be kell biztosítani. Köszönöm.
kedvesei, ale ez az élni egy eszmény vremena. Tehát a új trampóval kapcsolatban, amit fognak húzni vezetéket, oda a Orion fényben, ahol lévő két villankaromhoz arra, hogy a parcionakor, amit bácsolnak, akkor arra legyen ez a szolgálat jó. De csak akkor, de csak úgy lesz, hogy ez megint csak zámért engedünk, hogy lehet ez a vecnév vremena, mert ott külön geometrizki plánkő, majd ha leteszik a vezetéket. A szerződ is megírva, hogy nálunk a buduszai durvát, hogy megírva. Jó. Nem úgy van. Tudom, csak itt zámért mehet, és azért jön nektek mindig vissza, a múltkori képviselőtestületen is újból körülött a villanyosokat szavazni, mert addig még nincsen konkrét parcra, nincs új geometrizki plán, a osztályon a judikatúra szerint neked konkrét elvét, számnak és parcella számnak kell lenni, és ő tehát határozat. A képviselőtestület mostanában valójában zámer. Régyényére veszély volt rá. Semmi más. Azok a parcellák azok maradnak, nem? Nem, polgármester. Ezek néznek, hogy mekkora óriási parcellák. Ő nem emész parcellára, hogyha tovább belolvastatok, hogy belolvasott volna az, akié van a majtok, akkor rájött volna, hogy lesz, bele is van írva, hogy lesz új geometrizki plán, és ezek ő a eredeti parcellákból lesz elkülönítve azok a új parcellák, és azokra a új parcellákra lesz az irányének beszélni, nem tudom, hogy hol van. Mert ez másfél hektár terület, ami ide van téve. És ebből másfél hektárból fog kijönni majd annó lehet, hogy kigyűnt 800 négyzetméter, ahol az kábel megy, igen. Ők ide írják bizonyos dolgokat, hogy ez meg az, de ők nem ismerik a falunak a törvényét. Zámért. Zámért. Igen, szkalvér, hogyha szavaznak a képviselők róla. Itt van 1629-3000, ez az nagyon sok, sőt itt van itt, amit... 70 arra. Ha, igen. Hát a utak azok már összes utak bel van írva 70 arra. Itt van. Nem összes, de... Hát másfél hektára mi ott van, úgyhogy ez itt valahol olvasni, nem kevés. Itt van, hogy geometrizki plán lesz benne. Itt van, hogy Rosszahó Biznacseno, Budúcei Zakezsenei nyugnyugtán Rosszahó Biznacseno geometrizki, a geometrizki plán, a vitrácománó podlacsalánkó pettei podlani. Hát ha ők nem, hát csak ma ők mert ha is elkivitelezik, akkor utána megcsinálják a geometri, az is. Igen, igen, igen. Van egy biztosíték, hogy a zámer ész kell lenni. Jó, akkor ki van mellett, hogy ez így ennyi. El lehet tartózkodni. Zámer, zélnyi a vesznek a bremena. Robi Buda van. Fogi Buda. Fogi Buda van. Meg oda lehet írni, hogyha ti kitudjátok, hogy Slaviske, Stiri Eura, az egyetlenes Varsavi. A Podlas Múj, nem? Csak nem a Podlas Múj megyünk, és akkor az egyetlenes. Akkor már tényleg önök itt is van egy biztosítékuk, hogy... Négy euró per négyzetméter, annyit ajánlónak itt. Nektek nincs más javaslatotok. Části pozemku parcela číslo 1 po výměře 1629 metrů čtverečních. Tak to je 30. Ale čak a jízda, čak a rýz, ne? Tak je 30 nízetměr, tak to je nějaký geometrický plán. Ne, igen, itt is zámer. Ne, igen, itt is zámer. Az egész parcella ki van neki, akkor azt is ott is sokáig csinálják geometrizációt, és aztán utána lehet. És utána lehet konkrétan leszavazni, hogy azt akarják.
kraja časti pozemku. Časti pozemku. Ideš ide ih, ako bude hodan da je vo výške 15 eur za meter štvorcový prospekt spoločnosti. Ki van mellette, akkor tudni jelen az tartózkod valaki ellene. Vidím na správa hlavnej kontrolky obsadočnosti. Návrh plánu na druhý pohľad. Čiastková správa o stavom 2017. Megkaptátok, hogy ha valami kérdésetek van, vele kapcsolatban, mint a második fél évben kellene megcsinálni, azt a közölenet megtenni. Nem fogom elolvasni, mert mindenkinek azt mondom. Igen, szavazom. Jó, akkor ki van mellett, vagy egy kívánni. Tartóztatva ellen. Van egy cég, egy utcai székhelyű osztrák cég, akik ilyen jótékossági célra szeretnének fejezni két ilyen használható, vagy cipőgyűjtő konténert falu területén. Van szerződés javaslat, már te fűzve, hogy mit szóltak hozzá. Van konkrét hely, hova? Egyiket talán lehetne a dolga iskolához, másikot meg a postához. Már volt ilyen konténer, nem? De az van is, az van is. Az olyan, olyan látható helyre, hogy, hogy ne használják szemét kosárnak. Kamera alán van. Kamera alán. Hát itt a, például a Artézi Kukhágyi post előtt alapotlan lehet, hogy másik iskolán. Oda hordnak annyit, hogy tudok, ha benézni, ahogy oda, mert hát se víz, se gáz, és úgy van meg a táncok mondva, aki él, és van egy közös kisler annyi. Van ez a minden színes nyom, de van azt a kopírozó, ami volt, és valamikor használt vele már. Hallod, tudok, hogy a bajdalom volt. Az a legjobb volt, megnézettük, ha valaki. Hát olyan összegbe kerül javítása, hogy Ez megy is öreg volt, szégyen jól, hogy nem tudom, hogy a
Megvárjuk akkor, hogy megjön el a levél, hogy fölmondjam a szerződést, vagy most tettünk róla. Mert gyűjtünk fognak le hát írni magasnak, hogy fölmondjam. Szerintem őhez karom. Hát a Viragyényi, oda fölpúr rá, az én, hogy Canon, IRCL, vesző, oda a másik. Ha idáig elad, az a gép nem használja, hogy legyen körülményes úton várjuk meg. Annak mi a izéje? Nem úgy, így se, úgy se jó, csak azt mondtam, hogy ha idáig volt, akkor... Még egy pont. A költségvetésnek a bővítése, nem tudom, hogy tehát az összefüggés a költségvetése, hogy vannak olyan helyek a faluban, ahol vannak, akik szeretnének, ott például ő is szeretne, akkor a butikoknál is szeretnének valami láthatóra, hogy nyugodt valahol tenni, hogy este ott Jó, hát kívánok, hogy csak akkor hivatalos táblára megvan.
ott a tűtésnél laknak a balogék, hogy nekik voltak mindenféle költségeik, hogy tehát, amit lényegében nekünk költ van javítani, hogy padlót cserétek, biztosítókat cserétek, valami kábel elégetnék, azt kicserítik, tehát számlákkal alatt, amit tudták ide behozta, hogy milyen kiadási voltak, hogy azt hogy összesen 1335 euróról van szó, hogy azt vagy kifizessük még, hogy a bérletű leszámítsuk vissza, hogy a feleték megkapni. A minden ugyan megkapja. Hát úgy, de nem a véletlenül, hanem ő látni akarná a dolgot. Tehát még elműzőznek a fiamlintatból. Mit? Attila vagyok, arra kívánom dolgozik. Tudom, de mit szeretném? Hát, hogy beinvestatok a házba, hogy akkor az összeget szeretném megkapni már. De ezt nem választok. De azt hova investál? Hát most nem lett semmi, nincs semmi, hát most. Meg nincs is benne a nyomba. Nem tudom, hogy most hozta be, hogy tegnap előtt mennyikor volt. Írjon a kérvényt, vagy mi legyen? Nem írt kérvényt, csak behozta a számlálatot. De mennyi végül? 1330 eurót. Hát írjon kérvényt, tegye azokat, amit beletek anyagot, és másképp nem lehet, mert az a... Ugyan? Majd a opce, budovi, majd az a opce. Úgy kell megcsinálni, mint hogyha tösség csinálható. Csinálható. Jó, jó, jó. Mert azok már szerintem nem tegnap itt számolnak. Nem, az majd gyűjtettem a hajtónkodtól. Na. Egy az, hogy be lesz a lehetne tenni a könyvelésre. Igen, így van, azért van most. Esetleg, hogy ilyen szaknál valami, mint a maradt is. Miért csak a információ materiál? Jó, akkor egyszerűen, hogy írok érvét, és akkor az a... Hogy igen. Az a Szolár Telekomban volt itt egy technikus, aki ilyen investíciós tervezetet készítnek a... Na územie Ostrovčany sa pripravuje modernizácia fixnej infraštruktúry spoločnosti Slovak Telekom. Realizátor pokrytia bude telekomunikačná spoločnosť Slovak Telekom. Všetky práce by mali byť ukončené v priebehu roka 2018. V súčasnosti Slovak Telekom prostredníctvom svojich dodavateľských firiem rieši legislatívne záležitosti okolo územného konania. Ďaka tomu obyvatelia získajú vysokorýchlostné pripojenie na internet, ale aj ďalšie služby ako napríklad modernú digitálnu televíziu, kanálmi o vysokom rozlíšení, archívu programov a ďalšími benefitmi. Sieť bude spoločnosť budovať na vlastné náklady. V prvej fáze potrebuje získať súhlasy vlastníkov nemovitelností a umiestnenie svojich zariadení, ktorými sú malé skrinky slúžiace na prepojenie kábela z jednotlivých nemovitelností do siete. Tieto zariadenia nevydávajú žiadne zvuk ani žiarenie a neodoberajú energiu pre občanov. To však okrem povolenia na umiestnenie skrinky neznamená žiaden záväzok. Ezzel volt itt hozott ilyen rajzokot. Ez a létező kábelokra? Valamelyik részt, aztán a falunak a sérre gyűjünk, akkor balulra része, ott végig volt már húzva egy telefonkábel, amit a ottani házba be is volt, van most ilyen tombozó bekapva. Tehát a többit azt mondjuk azt a részét a meglévő hálózata oldalán, a jobb oldali részt, azt a optikai fognak várni aszfaltot, vagy nem az oda akarok kiutatni? Hát, de ők azt meg is csinálják, föl is úgy jutnak, erre hozzák. Vagyunk olyan helyen, vagyis optikai dolgot a levegő fogja járni. És akkor lenne optikai? Igen. És ez mikor jövőre? Jövőre, igen. Megérjük, hogy ilyen optikai internet marka sem. Lehet a gőbe húzzák, optikai. Úgy csinálta a királyfal és a lanyosoglati. Azt mondta, hogy elkezdték adni, akkor mi mindent bejárunk. Aztán fél utcán megcsinálták, fővítik a levegőbe, a többi szerzett a gőbe.
mondták, hogy Pozsonyban is lehet autó, hogy csak azt most nyomja a különbe. Sokan 9-9-ben, 10 eurót. Csak infót tudjatok róla. Ja, úgyis. Akkor a ilyen információval. Lehet, hogy láttátok ma a Dilló temetőben, tehát az őrökörű község bekerítheti a őrékbe. Tehát az őrékig a telkő kőparcellai kerítésnek. Úgyhogy lesz majd egy gondunk, mert a hátsó bejárat, az a pont keresztül megy ezen a telken. Úgyhogy annyiban megegyeztünk, hogy egyelőre nem zárják le, úgyhogy ott kihagyják, meg ott van még egy jó fa ott a kettős illankarónál, azt most nem vágják ki, majd csak majd össze, hogyha lehet, ki lehet vágni. És tehát a belső kerít is megcsinálják, és ott meg lesz szakítva, úgyhogy meg tudjuk még menni a konténerre, vagy a traktorra, vagy akármivel, vagy a konténert el tudjuk vinni, vagy kiüríteni, és addig hát meg kell valami megoldást találni a hátsó bejáratra. Tehát azt a hátsó utat, hogyha egyenesen meghosszabbítanánk ki az aszfalt útra, tehát a Botkövízi útra, tehát az állomás felé, vagy a Zsírgyár felé, és azt meg fogja egyezni a föld alapba, hogy vagy bérbe venni, vagy tőkő parcellaztatni. Mert amúgy is még ahol fáik vannak, ott is az is a szökökös terület. Hát egy csomó. Bent, ahogy van az a fasor, vagy ilyen bokorsor a temetőnek a szélén, ott talán nincs, van kerít is, talán valami van. Ha itt végződik a kapuna, ott még aztán valami temető van, de aztán már csak bokrok vannak. Az is minden szökőfőjé. Úgyhogy hát így van, ezt ott a katolikus sornak van, azt elfügg, az rendben van. A többi az mind szökőfő. Úgyhogy majd akkor elmegyek Újvárba, és akkor megpróbálunk megbeszélni, hogy ezt a hátsó beállót valahogy akkor másképp megmondom. Vagy megcsináljuk úgy, hogy erre sem volt semmilyen engedély az a hátsó beállók, évek óta, vagy évtizedek óta így működött. De valamit kővel csinálni, mert ők most adtak haladni, igaz, én is voltam. Ők azt befogják kezdeni. Mindenképpen. Azt mondták, hogy temetőről van szó, hogy ők nem tudják, hol van temetve, hogy ragaszkodnak hozzá. De lett ilyen megegyezés, úgyhogy úgy látta, hogy viszonylag normális hozzáállás, hogy akkor így legyen, mert ők ma most bekerítették volna. Csak mondom nekik, azt hívtam a polgármestert, és voltam kint, mondom, mit csinálnak itt. Engedély, minden meg volt, beszélgettem meg. És hát mondják, hogy lekerítik, de hogy ezzel mondom, jól láttam, hogy ezzel út is láttam a geodétkarokat leütve. Hogy igen, és aztán mondom neki, hogy egyezzünk meg, hogy addig, amíg nem lesz, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell, hogy ezt a hátsó bejáratot már arra a részre, a szemétállalás nem tudjuk. Most jön, mert egy például nem tér. És ezt szerintem őszik meg kellene oldani, mert ez a cég visszagyön össze, lesz egy karót és ezt elzik. Előre volna a nem, figyeld, hogyha kinéző azon a kaput, a valójában út, hogyha meghosszabbítanád egyenesen, ott van mehetetlen. Mert ilyen háromszögről van. Igen. Úgyhogy mellette pont a kapunak, a meglévő kapuval nincs igazából. Kérdezhetek valamit? Erre engedélyt ki adta ki? Kerítés csinálni. Rendesen a hivatal, Bukros kiadta rá engedélyt. Jó, és akkor, amikor egy polgármester úr... Cibula Robi kiadta engedélyt, és akkor vezetett észre, hogy amikor ma ott vannak a munkásaték, arról nem tudtok. Én láttam, de én nem tudtam róla, a Robi tudott róla, így is nekem, én pont akkor azért kérdezem, mert a Robinak a jó tudom, mit van a hivadája folyosan végén. Igen. És akkor nem tud begyönni, hogy polgármesterről ilyen gondok lesznek most, amikor már van a probléma, ma most akarjátok oldani. Lóri, azt a polgármesternek tudod találni, nektek, te értelen. Hát ez most, ez én nekem még magos. Csak kérdezem, hogy... A Robi telefonát egyszerűen, őnek erre joguk van. Nem arról van szó, hogy már amikor építkezik engedély, így szólnak fel, ezzel egy pár... Most volt a napokban, múlt hét, amikor lett kiadva nekik engedély erre, micsoda. De kérdőj, már bent volt hamarabb. Most előtte lehet, hogy így eszélyen lehet, hogy volna már itt, nem? Akkor ki volt a tűz, a karom, ki volt a kütyvegy által, a fene se gondolta, hogy még a kerítés is. Ja, azt hitték, hogy észnek teszik a karom, bocsánat. De ott nem volt karom, hogy kitorozza Róri. És mondjuk nem adott ki rá engedélyt, vagy nem tudom. Nem arra, nem engedélyről van szó. De ott folyosó vannak, nos, már akkor tudtok róla, már, amikor már munkások itt vannak. Utolsóként, azt akarom ezzel mondani. Igen, hogy ne itt volna velük dalzolni. Közben tékottak ások, akik kiadták. Akiknek jönne lehet. Én is azt akarom.
csak az engedélyt tök. Csak a rászlés az, hogy érdekel. Jó, lehet, hogy ott a másik polgármester iroda van azonnal soron. Bocsánat, csak kérdeztem. Meg kell oldani, hogy így van. Meg oldjuk, pontosan. Tehát a meg kell oldani. Amit kövinnye meg látja, hogy arra sem van. Na még akkor azt egy pontot tavazzuk le. Még aztán a Lóri szeretne valamit szólni. Van a maszkál, van ez az egyenlőző stratégia, amit akkor dolgozni. Tudjátok, hogy annak idén mondtam, hogy ezt az integrált stratégiát be kell tenni a maszkálának, és akkor a déli megyékből, vagy a déli maszkából csak a Ugrandi kapott pénzt, akkor ezt újra értékelték, át kell dolgozni. Szóval így mindenki kap csak valamilyen kevesebb pénzt, akkor például nekünk, ennek a 9 falon benne ebben mindenkinek akciócsoportunkban 43 ezer euró esik a minden falura körülbelül, és 43 ezer euró, és arra kell csinálni ilyen, hát ilyen aktivitásokat, hogy mit tervez a falu, hogy mi legyen bele, akkor minél a beruházási, meg a cigulatívinek a bizottsága, azt megbeszéltem, őköt hívtuk össze, hogy mit lehet belerakni, tehát akkor beleraktuk az aszfalt felületnek a felújítását, hogy van a barlicska, meg aztán a lakások között az a eléggé összhangtörő, megy egész ki a főútig, a katolikus templom, meg a park között is, azt, hogy be lehet rakni egy ilyen, hát csak úgy megszatszóval 23 ezer eurót gondoltunk, akkor a buti centrumra az igaziból azt a térfet felújítani, hogy azt ő kéne akkor törni, meg tiszta újat csinálni, az körül a 20 ezer, aztán ami körülött írni a 2020-tól 2022-es évre is, akkor még beleírtuk még a Lógeri Artézikótnak még a környékének a felújítását, 17 ezer eurót írtunk rá, akkor az átkelőjeknek, amiket már a videóban beszéltünk, a faluban ezeknek a modernizációját, ahogy 15 ezer eurót, meg az iskolában bent ezt a szilárdit, ott fel lehetett úgynevezett parkolót, amit amikor beszéltünk, hogy bent volt udvarban, hogy úgy lenne a hét, 15 ezer eurót. Tehát így össze-vissza menjük? Hát össze, úgyhogy két szakaszra költsük, két etapra költ elosztani, hogy 43, most aztán még, ha még marad pénz, de úgy néz ki, hogy majd marad még lehet itt a 39 ezer euró körül még a szét előtt írni. Nekem ezzel kapcsolatban olyan ötletem lenne, hogy a, nem tudom, a Volksmundtól szó arról, hogy a konténerek mennyire vannak a tele. Üveg meg a vas. Hát az is azt mondtam is, hogy legyen már a tívatóségnek is be. Legyen vívet, 20 meg. Nagyon tele vannak azok. Nagyon tele vannak. Folyton. És hogy miket tudtátok állni? Na, ez egyik dolog. A másik dolog meg ki kellene találni neki valami védőfalat. Főleg a Artézik útnál, Lóvérba, az csak úgy ott van, jön egy nagyobb szél, szerintem az csak úgy illenik, ha üresebb. Hát még tele nem van, az tele van folyton, de különben azt most úgy gondoltuk áthelyeznénk a marhajárónak ebbe a sarkába, a nagyobb placra. Marhajárónak a Juhái felületérő, az a főső rész, esetleg velük betörtek a két hátsó kerekkel múltkor egy konténernek, aztán hívogattunk. Azt mondták, hogy azért már nincs rendes terepen, de viszont olyan súly van benne, hogy nem bírja. Hogy ezt nem bírja ki. De viszont üvegre van az a konténer. Hát mert tele van, és bemegy a sárga, és húzott ki, szerintem akkor törött. Nem is magasztál ki alatt. Összetörött. Azért mondom, mert úgy olyan érdekesen áll az elég. Igen, ablátosabb eltabálják. Valami egy kultúráltabb helyet csinálni azoknak a konténereknek. Valami mindig is szerintem a Bigadomban is lehetne egy valamit helyet csinálni. Azért csinálni a Targeristenek szervész, bocs. Igen. Bigadomnál nyugodtan lehetne a Basarokban valamit csinálni. Az a helyzet, hogy nem is maszkot dobálják bele, mert a maszkot elviszik valakinek és a valakinek. A majdnem ugyanaz. Nem teljesen ugyanaz, tudod, mert nem oda, hogy a cégén a tóval, és kirakja be minden. Nem lehet ilyen csinálni, ezek szerint. Én ezzel a útfelújítású kapcsolatban annyi, hogy
Szerintem vannak azok a utcakú kellemetlenebb utcak is, nem lehetne akkor oda... Jó, ezt gyorsan megkörülött annyi, ezt megkörülött a kabinájuk, az belső dolgoknál. Még annyit elhöz a kontajnerok azért, nekem volt, beszéltünk a polgármesterre javaslatom, hogy ezeket kaptuk. Ennyi jár törvény szerint, úgyhogy többet nem fognak adni, de vegyünk legalább üvegre még plusz minden helyre legalább egyet, meg még tennék egy kommunálisat is melléje, hogyha ma oda viszik, de már behozza árát. Abba több mint fél tonna üveg benne van minden egyes, hogyha nem kerül ki a... Erre tényleg nincs más költségünk, csak még tudva venni, hogy legyen hova rakni embereknek azt a üveget. És nagyon közül, hát egy hét után tele volt. Igen. És tele vannak, mert volt, akik jártak, úgyhogy kukár. És csak havonta hordják. És csak havonta hordják. Mennyi meg azért egy kuka? Cirka 250 euró. De behozza árát szerintem. Nem, most tudod, mert a kiviszett 40 euróval szemét dobott, hogyha oda dobja a kukába. Oda dobja, mindjárt el 16-at, 22-22. Hát 6 darab, hát 6 hely van, 12 darabot mindenképpen. Akkor volna egy kommunális és plusz egy üveg. A cesznát, a szemét kihozás volt ott volt, nem? Azt már most nem Mennyit kéne akkor tudva? Én szerintem 12 körre minden helyre még egy. Mert 6 ilyen helyük van. Igen, 6 ilyen hely van, igen. De akkor a kommunál... 2016-ban. Egyen, mert ez egy fontos dolog. És én szerintem a most a most ezt átölt pakolgatna az, és abból mehetne a hozzá esetén a másikot. Jó, de ott lehet egy parkoló.
Minden esetre jó volna felszólítani, hogyha ha lehetséges, akkor jön ki a ipari területre, szóval esetleg meg lehet mondani, hogy hívjanak föl, és akkor én intézek nekik parkolót ki. Hogyha vannak ilyen valami nagyobb kocsik, akik parkolnak, ott van kint. Sokszor azt hiszem észre, hogyha menjek az úrral, akkor ott rakodnak át, nem konkrétan erre cégre mondom, de sokszor zöldséget ott pakulnak át, mert ott a legkényelmesebb, hogy a kisebb teherkocsival megállni, és akkor fölrakodni a nagyra, hogy kihasználják amúgy azt a területet. No, igen. Csak hogy ilyenkor fekete csendőrök azért szerintem van rá valami ilyen. Nincs ott kint, hogy nem. Itt lenne a tábla, akkor igen. Törvény nem tűnt, hogy arra. De én arra próbálok appellálni, hogy próbáljuk ezt valahogy megoldani, hogy ne nekünk legyen kárunk, hanem azért... Ha már van. Tudod, hogy... Akkor kikölteni tábla. Akkor arra gyakodik határozatot, hogy a... Kárma van, mert az van, össze van a törvény. Itt és itt nem szabad megvalni, vagy valahol nem szabad. Még olyan szeretnék, hogy bár helyen vannak kátyúk a falukba, azt tudom meglátni valamit. Valamit külön már kiszakadnak a kerekek, így jó. Valamit legalább zsákos anyaggal megmondani valamit. A másodon. Pöpően méri, hogy méritek között, meg mondja, hogy hiába szabad, hogy már. Mellékot hapon. Persze, mellék most ilyen múltkor, ami volt, hogy állott a víz, ott itt akármi, ott is. Akkor volt a zenekes. Ott is van két olyan. Szélutcából van három, égkelemi nagy, tényleg a keréktörő. Szélutcából. Matik Center kanyarba a főúton. Az meg kegyetlen. Az életveszély. Az életveszély. Ez mindez kegyetlen. A csontkovas fele is. A biztonságról van szó, mindez. Volt valami ilyen határozat, és mindig újítani valami útat, és az benne van most is. Nagy Pityó előtt ő. Igen, onnan egész idáig, hogy a
Budina utcától vagyok, vagy melyik utcától, például az a 89, vagy mennyi méter, 29 méter, 2670. Mennyi méter? 29 méter. 89 méter. Igen. Most tudom, azt hiszem, hogy nem. Sűrűpolyka? Trépolyka most mi? Ott van a csövet. Nem tudom. Még pripolykára is kellene egy szemben. Azt akkor többet is kéne a pripolykára, nem hogy... De igen, de egyre kérni, hogy akkor a rossz pocsetba azt szerint feltenni. De akkor ez legyen, akkor ezt csináljuk, legyen? Persze. Egyszer jó van. Egyszer jó van, hogy hát a költségvetésben belekötén is a pripolyka az, az úgy tudom, hogy határozat van rája, hogy 100% a sarányban van kifizetve. Kifizeti az egész összegét, aki bevezeti, és a falu túl visszakapja százalékosan a pénzt. Arra van határozat, nem tudom, hogy pontosan, hogy milyen százalékban. Mikor keresni valamit? Igen. Még hoztuk, aztán 2015-ben otthon ki is kerestem, talán otthon meg is van. És azért kell tudni, hogy mennyibe kerül egy centa egy pripolyka feltétlenül. De akkor az már portóval, szivattyúval... Minden, már csak a bóder, persze, hogy működők képes legyen nekik. Mert 2000 euró körül is abból volt a százalékos arányból megfizetve, de nem tudom most milyen százalék. Azt kifizeti a pripolykát a tulaj, és utána, azután kifizet. Ott meg volt egy posztop, azt ki kell keresni, azt a régi. Itt a pál gyerek csinált, a pál gyereknek volt úgy fizetve. Akkor lett jóvá hagyva az a határ. Igen. Itt van-e? Talán nekem itt is van, mert direkt kikerestem. Itt van az a viszonyú otthon, egy Tomásovi pálavi. Nyilvánvetni kiráncsi, príspevok, a viskó, 830 euró, poszikotú, fizické, oszobi, nyitonyikat jelavi, otcom, az rejedenyé, kanalizás, nem prípojki. Nem, ez az. Ale prípade, predaje nehnuteľnosti inému vlastníkovi TV, kde sa krokov bude príjimateľovi príspevku povinný na základe zmluvy príspevok vrátiť. Nem volt egy másik határozat, ahol 100%-ba volt? De lehet, mert itt meg az van, hogy ukladá piszolni otthon, hogy Tomásovi Pálovina, jó zsiadosz. Ukladá, tehát ez volt az utolsó, nem? 2011. Nem volt a 2200. Ott konkrétan 100%-ba volt. Konkrét összegből konkrét 100%-ba. Igen, meg volt, igen, hogy a kanalizációs prípolyka. Én erre emlékszik, még ti akkor tárgyaltál. Igen, ez volt először. Ez a 830 euró. Ez volt utolra, nem emlékszel? Ez volt utolra, még ma indultak a... És én úgy tudom, hogy nem volt aztán, vagy volt még egyszer, nem, nem tudom. Nem tudom, nekem is talán valahol egyszer, mert ezt már egyszer kerestük ki. Na, még az. Jó, még akkor itt van még a másik, azért a Varvai járónak a kihúzni egészen a... Hát addig, ahol laknak még az utolsó két házban, a Diákék meg a Bukreték, az meg... Az 293 méter, 6000 euró, és az 8230 euró. Csak sima cső? Csak az az a cső. Csak az a számú cső. Nem megy rá, az egy cső. 8000 euró. Kis kanal nincsen, ami épp érte? Nem így kötődött, hogy ráítettem. Ez kettetlen gyövendőzőnek van. Az egy munkanék. Kis kanal nincs, amiért például, hogy kizem? Van kis kanal, de nem tudom, hogy kiértekjük azt szegyen a képet. Igen? Most amúgy hogy van ez a kanalizációhoz? Valaki jóhat, vagy csak alkohol túlva? Arra közbeszerzést is kell csinálni, hogy ott lesz csinálva, az eldöntsük, hogy az a kárt. Ez csak egy cenoalkonomia kalkuláció. Igen, csak kell csinálni, és azt rendesen ki kell küldeni. Csak hogy van ez most még? Tart még az, hogy... Valami záruka van rá, mikor fejeztek? Szóval jól nem valahol az
15 volna. Ez rossz irányelve. Na, no, de az, amit csináltok a második lépcsőben, az mikor rossz kollaudáció? 15-5. De ez új vetva volna, úgyhogy ez új valami. Hát igen, csak half-plinna, starú vetva. Ez mindig half-plinna dolog. De az már mind a kettő öreg rész, úgyhogy az a öreg részre való arra a törlés, akkor és oké. Akkor ott már nincs veszélyeztetve. Nem most meg az is, meg a burgonya. Na, mind a kettő. Most csak a szomor alól csinálod meg. Hogy legyen akkor? Számolt ezzel a kicsit? Ezzel a kisebbikkel. Kisebbikkel. A nagyobbikkel is meg volt egy ígéret. Igen. Mert meg is volt kérdezetünk, igen. Hát, ez a kettő jó. És a valamégi útra is számítsatok a költségvetésben, mert én abból nem szeretnék engedni az aljáról. De csak a felüle. Messzítő. Én nekem ezekről én nem használom, de legyen legalább a anyucó odáig is hasonlók ki. Mert utána öregasszonyok már lerágják a fejemet, hogy nem tudnak elmenni üzletbe. De megmondom nekik, hogy a feve csak a felét engedtem. A másik felét a Jancsónak ér. Most mondtad. Az aki nem, az a másik fele. Ja. Most nem hallunk szó. Főúton. Mi a főút már beszélő? Nem a fele. Nem a fele. Jó, akkor felekedj egy nyitott zsiradéban. Évek óta biztos, hogy 10-valahány éve vagyok az otthon, már biztos nem volt, mert előtte is jó pár éve semmit csinálok. És még szeretném megkérdezni, hogy ezzel a falunak a weboldalával nem lesz semmit csinálom, mert hát ez a szörnyű van. Ez kinyitod a szerződéseket, hát ez... És pedig azt megnyitjátok, hogy každá az movamusik is poradovin csíszlom, elvált, és azzal a számom tőlelnek kell tenni. Sándor, meg voltunk még ezzel jelgyen, ezt megcsináljuk, csak az, amikor már tudom jóta. Van ott egy nagyon jó modul ebbe az részbe, hogy lényegében nem is sokkal nem semmit csinálni, nem automatikus, nem jött. De a szerződéseket hogy fogja számlázni? Azokat externi oda lehet tenni, csak itt főleg objednálak a faktúra, stb. Objednálhatod, ezt nem is kell föltenni. Mindenre, amit beállítasz, azt mondja, hogy automatikusan föltesz. Nem kell beszkennelni, még egyszer föl kinyitni valami oldalt, hanem automatikusan publikálja tovább. Igen, mert az előtti oldal sokkal jobb volt, mint ez. Rendesen felesítve rajta, hogy mi van. Még. És még az a kommunikáció plán, most lesz ez a verejtőzőmázsényé. Gondolt, hogy valakik, mert azon látom, hogy érdekel, hogy mit kell vállal a mikrofon 2016-tól, hisz 2017 van. Azt tudod visszamenni a legészen, akkor a polgármester jóvá hagyatni? Nem. 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 Mi csoda? Biztos, hogy nem lehet. Meg ezt a kérdezve a falulakossai előtt kell, hogy hogy én az a kommunikáció plán. Kötelező minden falulakossai. Igen, mert kötelező megkérni a falulakossait, hogy egyes faluk anketákat csináltok. Az az, amit mondtél. Ez csak egy alkalmasok kommunikáció plán valahonnan. 6 tonal felulóalbum. Vagy az Igen, akkor én szeretnék válaszolni, önkéntes tűzoltó szervezetben éppen jöttem. Két dolog, ami szeretnék előre megbeszélni, vagy is mondjam, csak én fölidézni pár dolgot. Egyik dolog, amit szeretnénk kérni, az, hogy ahol járunk be tűzoltó autóval, bajtani egy külön stáblát kitenni. Valaki parkolónak használják, hát nem tudom. Még a Tatrába ki akarok menni, nem gond, mert én át tudok menni autón, csak a gazdáim biztos, hogy úgy helyesen jól. A posta felé van, emezen nincs, és valakik ott mennek ártézvíz, úgy mondom, hogy ártézvíz ér, az nem gond. Oda megy, megtankulja, ott van. Csak az a baj, hogy valaki megy intézkedni, és akkor ott van üresen, megáll, és akkor én nekem ki kell menni, akkor most várjunk, hogy mikor jön autóval. Vagy és autójával vissza. Úgyhogy azt ott valahogyan megoldani, úgyhogy egy bájtani tölös tárlót, dodatkolva a tabulával, hogy vinyimkom, csinálom DHZ, ennyi.
Oda senki ne járjon be, mert múltkor is volt ott, hogy egy Felici játszott, és pontosan úgy, hogy se a fűszfaltok, se jobbra, se balra nem tudtam volna elmenni. Biciklivel el tudtam, de személyautóval se. Úgyhogy ezt valahogyan orvosolni, ezt a szituációt ott, hogy ne használják úgy, mint parkolót. Az csak a tűzoltó autó, kibenos, ennyi. A másik dolog, amit szeretnénk, az pedig, ha nem tudom, kellemetlen, hanem a múltkori gyűléssel kapcsolatban. Pár dolog elhangzott itt a önkéntes tűzoltó szervezettel kapcsolatban. Ami a garázsépítési, illetve körülötte lévő dolgokat. Hát most a polgármester nem értette, hogy mi is az, vagy hogy is az, nem tudom. Voltunk, elmagyaráztuk, bemutattuk azt a garást, hogy mi is van, hogy is. Ez 100%-osan kóser dolog az, hogy most, hogy belemegyünk olyan dolgokba, ne haludjon polgármester, ennek semmi olyan dolog nincs, amire azt mondta maga, hogy legegyszerűbb volna ellenni egy a technikát, majd aztán erre is kitérjük. A másik dolog, ez az első dolog, hogy ez 100%-osan kóser. Úgyhogy nincs ebben olyan, hogy olyan dolgok. Most az, hogy két papírt meg kell írni, minket valami. Ez elég kőbe. Így van. De aztán én a taguknak mit magyarázok? Azt, hogy olyan emberek, akik gondolkodás nélkül azt reprezentálják, amit maga mond nekik, hogy legegyszerűbb mód az, hogy valamit eladni. Innen itt, most akkor nem jó garázs csinálni. Arra a garázsra akkor is szükségünk van, mert ott vannak a retrók, és lehet, hogy jön az a új butikcentrum, ami itt van, azok a garázsok, amit úgy is likvidálva van. És olyan szerszámaink vannak ott, vagy olyan tűzoltó, retro tűzoltó készülékeink vannak ott, akiért így finoman szóval más falukba egy gyilkosságot bevállalnának. Én a volt tűzoltó parancsnokkal, a Szabó Nóriel beszéltem, ő neki szabályoltam, mondta. Hogy én a Józsivával beszéltem, azt mondta, hogy nem szabad elvenni semmit, két autót meg kell venni. Kire? Józsivával. Kacsibáltak a szomszédja, ez csak olyan beszél. Ha valami ilyen dologról akar beszélni, hogy mit elvenni, mit nem, ott van a Forró Tomi, vagy itt vagyok én is. Mink vagyunk a két kompetens emberek, aki ezért felelős. Ennyi. A másik dolog az, hogy szükségünk van nekünk három autóra. X esetben volt itt bent a Tomi, reprezentálta egész mindensége. Én nekem konkrétan egy autóra sincs szükségem, amire van szükségem, az mint otthon parkol. Én nekem arra nincs szükségem, hogy este 8 óra, amikor megfürüttem, feleségem akarok pár dolgot szólni, csörög a telefonom, és bufajkába 60 fokos melegbe én piros autóval szaladgál. Én nekem arra nincs szükségem. Erre a dolgokra egész falunak szüksége van. És az, hogy mink vagyunk azok hülyék, akik ezt fölvállaltuk, hogy saját szabad időnk, be ezt csináljuk. Hát sajnálom, így jutott. De a másik dolog meg az, hogy például, hogy szükség van. Tomi is mondta, nekünk erre nincs szükség, a faluban. A másik dolog meg az, hogy ez nem a miénk. Mi csak gondoskodunk róla. Az a falujé. Minden emberje, nem csak a miénké. A másik dolog, mit akarnak eladni? Ott van a Iveco. Azt nem tudom, hogy hogyan akarja eladni. Azért... Én nem mondtam senkinek, hogy... Én a kamerán néztem, úgyhogy... Iveco 5 év múlva lesz a faluvé, de csak akkor, hogyha mi, mint önkéntes tűzoltó, nagyon komolyan helytállunk. Akkor lesz a faluvé. 0 euróért, idézőjelben, 0 euróért. Egy olyan 200 ezer eurós vagyonról. A tartós szintén zenész, mert szeretnék küldni repaszra. Már jó úton van, fog elmenni. A Tatrát repaszolta, hogy nem tudom, ez 200 ezer euró fölötti árról beszélünk a Tatráról. A harmadik dolog, ami ezzel kapcsolatban, hogy szükségünk ki van a három autóra. Érdekes módon, azóta, amióta ez elhangzott, három tűzesetünk volt. Három tűzesetünknél. Kint volt három autó, Iveco, Karosza, Tatra. Egy tűzeset volt, Iveco, utánfutó, Tatra, és a Karosza kint volt. Harmadik esetben kint volt a Tatra és a Liaz. Úgyhogy ezek mind azt mondják, hogy erre szükségünk van. Ez nem azt mondjuk, hogy így. Mi komolyan veszük azt, hogy ezt a dolgot mi meg kell őrizni. Úgyhogy ne haragudjon, de a polgármester ez nekünk egy csepet se érti. A tagság körében nagyon nagy sikert eredett. Aratott ez a magának, hogy is mondjam. Videófelvétele. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük a bizalmat a maga oldaláról. A másik dolog meg az, hogy ha egy csebet kellene a tagságnak megmagyarázni az, hogy nem maga, de a maga a közálló államberek ma azzal állnak meg egyes tagunknak, hogy minek tényleg nektek ez a három autó. Szóval ezeknek azért azt is meg kell magyarázni, nekünk nem kell ez autó. Egyetlen egy sem. De ha magánál vagy akármelyik ilyen embernél lesz a probléma, merem állítani, hogy 33 autót fog követülni, nem háromt, hogy legyen ott kint a házán. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak egészen kapcsolatban. És ez, amit én most mondtam, a Tomi X alkalommal mondta, hogy ez nem a miénk.
Most az, hogy nálunk egy bizonyos hierarchia létrejött, és az, hogy ilyen autókról mi gondoskodunk, és úgy olyan rend van, mint a patyolat, meg lehet nézni. 44 éves a Liaz, egy pöcre indul. Szemetes kocsi, fel annyi idős, hogy nem tudom mennyi. Hasonlóban. Azért ne hasonlít össze. Hát össze lehet hasonlítani. Hát össze, persze. Úgyhogy nyugodtan, én csak azért mondom, hogy a van gazdája valaminek úgy néz ki, a nincs gazdája még így néz ki. Hát mondjuk a fejlődő. Hát azért csöndesen a lajra részt. Ennyit szerettem volna egész jól hozzászólni, jó? Köszönjük. Azt, hogy a szállatos autók is olyan alapokban lett, ami ilyen van. Egy csöveden a figyeletek van a jobban. Norbi, persze. Ezzel kapcsolatban. Tűzoltó autó, jön az őszi szezon, tudjuk, hogy jön a tél. Október, brigád, mit csinálunk? Fölkészítsük a térre. Hiába a fűtött garázs. Ti megcsináltátok ezt a részletet? Akkor hogy befagyott? A fék. Na, csak egy hasonlós. Én ezt nem engedhetem meg magamnak, amelyik ki a tűzre. Még nekem is befagyott, nyugodtan, mert nem mész ki minden nap ki tűzre, tényleg nem jársz ki nap, mint nap, úgyhogy hiába mondod ezt nekem. Nem biztos, ez karbantartás egész dolog. Hány órát működik neked egy évvel a tűzoltóautó, és hány órát a szemetes autó? Minden óra után van bizonyos karbantartás előírva autónak. Előre még annyit szeretnék oda szólni. Én csak Margo Arvot, nektek ugyan van még köszönve, nekünk ugyan van még köszönve. Azt szeretném, még van köszönve, inkább adjuk el, mert az egyszerű megoldás. Ráadásul nincs is mit eladni, mert ami el akarnak annyi, az szóval még csak lesz, ha mi helytállunk. Ugyan már a szemetes autó egy teherautó, hasonlíts össze egy teherautót, egy tűzoltó autóval, de rögtessék ki, aki jól meg mennyit visz. Megnyit. Pontosan. Ne legyen rá szükségére, én csak ennyit akartam, úgyhogy jó. Ettől a szükség van, az majd. Norbi, én azt szeretném tőled megkérdezni, amikor elfüttétek a autó tesztét arra, hogy kiírta alá a trikaznac, ezt úgy, hogy olyan halapodva, hogy nem fogtak a fékek, hogy menjen az autó. Ide. Az nem úgy, hogy nem fogtak a fékek. A fékeket beállítottuk, esztékán tudod meg, kipróbálod udvaron, esztékán tudod meg, próbálj ki egy autót, nem fog, azt fogod hinni, hogy fognak a fékek. Nem úgy mentünk el esztékánra. Leszedtük a kereket egy sorba, úgy, mint minden. A dobnak a ovalitását és a többit, azt ott tudod meg esztékán. Érvényes esztékánról mentünk a sejjére. Direkt úgy mentünk el, hogy még érvényes legyen a régi. És ott mérik le neked fékpadon. A személyautómnak nem ment a, elmentem el a STK-ra, abszolút a hátsó fékre nem fogott, előtte ráfékeltem, kormant elengedted, elején megfogott. De ha elmész STK-ra, és utána csak azzal a hibával kell menned, ami egy hónapon belül, ami rossz volt, és nem lehetett azt a fék dolgokat megcsinálni? Mindent lehet, már a dolgokat esztergáltattuk, itt csak mind a pénz kérdése. Egy olyan autóra, aminek körülbelül súlyára van, rá kell tenni egy ezrest azért, hogy menjenek a fékek, átviszük STK-n, a melegben meg a pumpa nem bírja nyomni, nem a melegben, ezekben a pumpa nem bírja nyomni olaj. És ez csak én tudom. Rá lehet, mindent lehet, és itt azért írtam össze is. De én ma azt nem vállalom föl, hogy egy olyan autóra felújítsuk a fékeket, aminek a értéke egy dob ott van a áron. A fékdob mennyibe kerül, első napra volt meg költ van csinálni, de ha más nem, fék meg van csinálva rajta, valahogy akkor sem úgy, hogy örülünk neki, de jó, hogy hoztátok ezt az autót, valahogy átmunk. De attól függetlenül nem oldunk meg. Beleköltél 800-1000 eurót egy olyan autóba, aminek nincs értéke. Én még ebben annyit tennék hozzá, hogy nem a fékek véget kellett volna nem bevállulni, hanem az véget, hogy a autó a főkön mennyi a templomtoromba, súlya mindennel együtt, és hogy embert kell beleültetni. A következő. Ugye a fékek fontosabbak akkor, mint azok, akik benne ülnek, összezik a szemetet, és kipottyan alulnuk autót, vagy összenyomnak vele valakit. Nyilvánvaló, hogy... Mert ez is benne van. Nyilvánvaló, hogy Isten mentse annak, nem azt mondjuk, hogy most akkor azt minden arra... Ha voltatok ki a személydombon kint, Isten ments. Hogy mi van ott, személyden mész fő. Ha persze, hogy... Egy fotballpálya nagyságon, egy templomtorom magasság. Személyden mész fő. Az nem gyerek a mélyt. Meg le is. Azt, hogy felújít, mindent lehet, mondom. Felújítod, mert föl lehet újítani a nápravákat, föl lehet újítani a fékeket rajta, kész, megvan. Az a része, azt mondjuk, hogy rendben. És mit nyert? Nem, azt mondja, hogy talán nem azt magyar attól, hogy azt mondja, hogy törődnyikővel és pontosan. Mert én már egy és félre szabadtam a sárgó traktort, hogy állítsátok be elejét a traktornak. A gumik már elkoptak, úgy átmentetek, észtékanad is vele, igaz? A sárgának.
És hányszor mondtam neked, hogy megállítja a izet, mind a kettő lekopott, ha Anderi Dorot egy évig van úgy jártál le, őrítse már meg. És mennyibe kerül az a gumi? Arra veszem az előre. Később még a vele. Hát annyi biztos van. Na. Hát azt máma vettem. De nem csak a külsejre van lekopva. Hát most már nem csak a külsejre van, most már minden állam kopva. Ha egy és végben úgy jár a traktor. Nem azt számít, hogy mi van elkopva, hanem mi véget van elkopva. Ez az okot. Valami van használva nap mint nap, valami meg itt ott. Ez különbség. Éppen az egyszerűen a napi használat után. Hát nekem is van autóm, én is használom. És nap mint nap. Norbi, nem rosszult egy és való, azért, ha rendesen magad nézd egy kicsit, azért el. Azért nagyon, olyan pozícióban te is vagy, hogy az ember picit elvárna, hogy jobban az életet. Tudom. Miről beszélek. Hát, mi a halljuk, tudod, lehet, hogy neked nem mondják még, ugyan mondja magyarán a pofádban, viszont a képviselőnek sokan jönnek, hogy hát nem, mi ez, már megint így, már úgy, már és akkor hallod a hallom. Marra kellene akarom, aztán neked is mindig beolvasni, most akkor ez a baj, meg az a baj. Egy probléma mindig van, ezek hát, mindig mind lehet képek. Tudod, van, de arra kell törekedni, hogy ezek a problémák legyenek. Tehát nem gondolom, hogy ezt kicsit azért nagyobbra figyelést. Én legalábbis úgy gondolom, hogy a VPS nagyobbra figyelést igényít volna. Úgy, ha beszélünk a konyháról, úgy beszélünk a többi is, én azért úgy gondolom, hogy azokat a dolgokat... Ez a jó szó, a nagyobb odafigyelés. Hasonlítottunk valamiket, hasonlítottunk pénzeket, ezt azt tamaszt, a valójában sem. Na, még egy program mondom, hogy a nem lesz a menjünk, mert a fél 11 van. Még van? Még? Amit bővítve lehet. Jó, és annyit akarok Lóri hozzá, hogy az Ábrok az egyetjében, az már egy kis nézőt, vasáron megvett autóból 10 évvel ezelőtt. Akkor is kővel lesz egy cég. Sőt, még jobban, mint a Húlia. Ez a büntetésekkel kapcsolatban. Tessék egy szavazni, hogy ki van mellette. Miről van szó? Büntetés. Hát milyen büntetés? De most van büntetés. Most miről még büntetés? Mi van? Legyen megnevesítve a büntetés. Jó, ha legyen, akkor szerintem a szavazat. Ki van mellett, hogy legyen megnevesítve a büntetés? Hát az nem kapunk a hívai, az ismét alapra, az hívet. Nem csak az. Nem csak az. Hol van? Hol? Na, Lőre. Starosta obce inženýr Dula Ivan v období od 1.1.2015 porušil povinnosti starostu obce podľa článku 4 obce ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov tým, že porušil obmedzenia a povinnosti starostu obce Močany pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem zákazu uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a povinnosti zdržať sa všetkého, čo môže byť v rozpore s článkom 4 ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Po B. Uložiť za toto konanie inžinierovi Ivánovi pokutu v sume zodpovedajúcej 12-násobku jeho mesačného platu starostu obce Vočany, teda v sume 23 948 €. Po C. Poveruje vypracovaním rozhodnutia s radou poslancov obecného zastupiteľstva inžiniera Čizmadiu a pani hlavnú kontrolórku po veci porušenia povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem zákazu uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a povinnosti zdržať sa všetkého, čo môže byť v rozpore s článkom 4 ústavného zákona číslo 357/2015
24 zakona o upravljanju verejnom imovinom pri vikonje funkciji verejnih funkcionara za učelom uloženim sankcijama. A dátum, tehát hogy egy időszak alatt tükröt van egy időszak. Micsoda? 1953. január 1-től akkor születtem őket.